Köszöntöm nézőinket! Ahogy azt már bizonyára tudják, hiszen itt a Pécs TV-ben is többször szóltunk erről, július 1-ével változás történt Pécsett a szemétszállítási díjak megállapításánál. Az önkormányzati rendelet értelmében a hulladékkezelési díjnak arányosnak kell lennie az elszállított hulladék térfogatával, tömegével, vagy az edény egyszerű ürítési díjával. Bár az elmúlt hetekben sokat foglalkoztunk ezzel a témával, változatlanul nagy az érdeklődés, és valljuk meg, nem kevés értetlenség is fogadja az átállást. Ez az oka, hogy a témára ismét visszatérünk, hogy néhány kérdést tisztázzunk. Köszöntöm a Hogy tisztában legyünk című műsorunk vendégeit, Genzler István urat, a Biocom Kft. Gazdasági igazgatóját. Köszöntöm, és Koller Zsolt, ipari és közületi kereskedelmi vezetőt. Üdvözlöm itt nálunk Önöket. Már minden bizonnyal valamennyi érintett készhez kapta, megkapta a kiküldött szerződéseket, hiszen a Biocom Kft. Közel 24 ezeret postázott ezek közül. Most mi a lakosság tennivalója, miután felbontotta a borítékot? Így van, augusztus első hetében eljutattuk az ügyfeleinkhez egyrészt a 22 000 egyéni lakossági ügyfelünkhöz a szerződéseinket, illetve azok mellékleteit, ami egy tájékoztatóból, kitöltési útmutatóból, illetve egy válaszborítékból állt. Másrészt a társasházak közös képviselő, illetve a lakásszövetkezetek is, ez mind összesen 2000 ilyen társasházat jelent, megkapták ezeket az egységcsomagokat, vagy személyes felkereséssel, vagy postai úton. Ha szavaiból jól veszem ki, akkor a közületi ügyfeleik is megkapták ezeket a... Közületi ügyfelekre nem vonatkozik ez a változás, tehát a társasházakra és az egyéni lakossági ügyfelekre. Annyit emelnék még ki, hogy a társasházak esetében a tájékoztatót nem kizárólag a közös képviselő, hanem az összes háztartáshoz eljuttattuk. Tehát azt lehet mondani, hogy az összes, tehát a 60 ezer háztartás értesülhetett a változásokról, a tennivalókról, ami szükségeltetik itt közeljövőben. Na most az mindenképpen jó dolog, hogy a szerződés kitöltését segíti azon által is említett útmutató. Akinek ennek ellenére kétségei vannak, vagy nem igazodik el, bár nem olyan kacifántos jogi nyelven van ez megfogalmazva, mit tehetnek? Ebben az esetben azt kérjük a partnereinktől, hogy forduljanak az ügyfélszolgálatunkhoz, akár személyesen megtehetik, akár a telefonszámainkon, az ügyfélszolgálat telefonszámon, a zöld számunkon. Jelenleg viszonylag jó ütemben tudjuk az ügyfeleinket fogadni, és a tanácsokat, a szükséges segítséget nyújtani. Ezért is szeretnénk kérni mindenkitől, hogy ne várja ki az utolsó pillanatot. Ugye szeptember 30 a szerződések megkötésének, visszaküldésének az időpontja. Ne kerüljünk abba a helyzetbe, hogy az utolsó napokban nagy sorbaállás, vagy esetleg tömeg alakuljon ki, hiszen azért korlátozott számú ügyfelet tudunk egyszerre fogadni, bár igyekeztünk fölkészülni erre a lehetőségre is, de előfordult már más szolgáltatóknál is, hogy az utolsó napokra hagyott szerződéskötés vagy olyan, aki nem tudta ezt megoldani. Időnként órás sorbálások is kialakulhatnak, és ezt mindenképpen szeretnék elkerülni. Nyilván Önök erre felkészültek, tehát a megnövekedett ügyfélforgalom az látható volt előre. Igen, már jelenleg is megnövekedett a fogadott ügyfeleknek a száma, a telefonforgalom is növekedett valamivel, de jelen pillanatban kezelhető ez a dolog, és viszonylag azért mondtuk, hogy jó ütemben tudjuk, sőt, hát rugalmasan alkalmazkodunk hozzá, amennyiben megnő az ügyfelek száma, akkor több ügyintéző bevonásával igyekszünk nagyobb ütembe lebonyolítani az ügyfelek tájékoztatását, illetve a szerződéskötéseket. Mik azok a kérdések, amiket a leggyakrabban feltesznek ilyenkor? Most kifejezetten a szerződés kitöltésével kapcsolatban. Hát a legkülönbözőbb kérdések fordulnak elő, onnantól kezdve, hogy egyáltalán miért van erre a szerződéskötésre szükség, egészen odáig, hogy miért pont ezek az edények, illetve hát az, hogy tulajdonképpen kinek kell megkötni a szerződést, és milyen mennyiségekre. Ezért is igyekeztünk ebbe a mellékelt tájékoztatóba a lehető legtöbb mindent leírni, és kértünk mindenkit, hogy alaposan tanulmányozza át. Én azt hiszem, hogy az eddig felmerült kérdések 95%-ára kielégítő tájékoztatást nyújt, mint a szerződés melléklete, mint a tájékoztatók. Azokra az ügyekre, amelyek esetleg a nagy átlagtól eltérőek, azokra fordulhat elő, hogy egyedileg kell kezelni, de ez a legritkább esetben van. Általában inkább az fordul elő, hogy a tájékoztatónak esetleg a nem elég alapos áttanulmányozásából ered az, hogy valakinek olyan kérdése van, amelyet csak személyesen tud megoldani. A másik eset az inkább, aki azzal érkezik hozzánk, hogy ő nem szeretné ezt az új szerződést megkötni. Vele közölnünk kell, hogy ezt a szerződést
kötelező megkötni, mivel ugye, ahogy már többször elmondtuk az előző adásokban, és ezt törvény és kormányrendelet írja elő ennek az alapvető feltételeit, ez igazából mind a szolgáltatónak, mind a partnernek kötelező megkötni és igénybe venni. Vannak-e arról számadatok, hogy hányan küldték vissza eddig a szerződéseket? Eddigi adataink alapján a megküldött szerződéseinknek a 30%-a érkezett vissza a mai nap folyamán, és ezt folyamatosan természetesen dolgozzuk föl, és kérjük, hogy minél előbb juttassák el hozzánk az általunk biztosított választborítékon keresztül. Ez azt jelenti, hogy a lakossági ügyfeleknek a 30%-a gyakorlatilag már az új szerződési feltételek alapján áll önökkel szerződéses viszonyban. Így van. Mennyire jellemző az, hogy hibásan kitöltve érkeznek vissza, vagy hiányosan kitöltve érkeznek vissza a szerződések? Érkezik vissza elég sok hibás vagy hiányos. Ezek nem teljesen rosszul kitöltött szerződések, hanem valamely része nincs megfelelően kitöltve a szerződésnek. Elmarad róla az aláírás, vagy egyéb olyan fontos rész, amely nélkül nagyon nehéz megkötni a szerződést. Uh-huh. Például nincs beleírva az alkalmazott hulladéktároló edényeknek a száma, vagy nem a megfelelő mérethez van. Ezeket külön feldolgozzuk, és ezekkel a hibásan kitöltött szerződésekkel megkeressük a partnereinket a közeljövőben, hogy pontosítsuk azokat az adatokat, amelyek esetleg véletlenül elmaradtak. Ez szintén postai úton történik. Vagy postai úton, vagy pedig a területi képviselőink keresik föl, mivel ezek már konkrét címek, ahova ki tudnak menni a területi képviselőink. Sajnos van néhány olyan is, amely abszolút úgy jön vissza, hogy rá van írva esetleg a szerződésre, hogy nem kívánok szerződést kötni. Itt szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy az önkormányzati rendelet tartalmazza azt a szerződéskötési kötelmet is, hogyha valaki nem köti meg ezt a szerződést. Konkrétan úgy van leírva az önkormányzati rendeletben, hogy egy darab 110 literes edénynek a szokásos ürítési rendszerében kell számlázni a szolgáltatónak akkor, ha valaki a szerződéskötési kötelezettségét elmulasztja vagy megtagadja. Hát adott esetben rosszabbul is járhat az, aki nem küldi vissza a szerződést, mert lehet, hogy egyébként, ha megkötné, akkor a 70 liter elég lenne. Ez így van. Említett, hogy szeptember 30-a a mondjuk így jogvesztő határideje a szerződés megkötésének. Egy extrém példa, ha valaki nem tartózkodik itthon, vagy a család képviseletében senki nem tudja máshol tartózkodása miatt megkötni ezt a szerződést, de ezt tudja igazolni esetleg, akkor is megtörténik az, hogy erre a 110 literes edényre köttetik meg vele a szerződést? Illetve ha megtörténik ilyenok miatt, akkor vissza lehet ezt állítani? Erre viszonylag kevés példa volt eddig. Amennyiben olyan körülmények vannak, amelyek értékelhetők, akkor természetesen a cég meg szokta tenni azt, hogy rendezi ennek a számlának a dolgát, de mivel ez a cégnek a saját megítélésére van bízva, mert a rendelet az egy kötelezően végrehajtandó dolog, ezért ezt méltányosságból tudjuk ilyen esetben megtenni. Tehát ha valaki azzal keresett föl minket a múltban is, hogy akár kórházi kezelés, vagy egyéb ilyen tényleg elhajthatatlan ok miatt ő nem tudott eleget tenni adatszolgáltatásnak, vagy valami olyan körülmény jött közben, amiben nem tudott szerződést kötni, akkor a cég ezt természetesen méltányolni szokta, és ilyen esetben figyelembe vesszük a kéréseket. Azt kell ennél tudni, hogy mivel itt egy 60 ezeres partner számról van szó, mert ennyi háztartás van körülbelül Pécsen, ezért rettentesen nehéz az egyedi ügyeket kezelni. Ez egy akkora tömegű szerződéskötés erre a két hónapra, hogy igazából átlagos eljárásokkal tudunk foglalkozni, és ezeket tudjuk most jelen pillanatban kezelni. A társasházakkal kapcsolatban merültek fel problémák, erről beszéltünk már az előző adások során is. Miből fakadnak ezek, és mi a teendőjük a társasházi képviselőknek? Most annyit tudni kell, hogy a probléma az nem a teljes társasházi kört érinti. Tehát a társasházak egy negyedénél fordult elő az, hogy a korábbi rendszerben úgy döntött a társasházban élő lakos, hogy háztartásonként kívánja felénk a díját rendezni, és ennek a jövőben is természetesen van lehetősége. De az önkormányzati rendelet, mivel a közös edény használat miatt meghatározza azt, hogy a közös edény miatt egy társasházal, egy közösséggel kell szerződést kötnünk, és ezen túlmenően van lehetőség egy közgyűlési határozattal a lakosságnak az egyedi fizetés meghozatalára, és több közös képviselőtől, lakásszövetkezettől azt a visszajelzést kaptuk, hogy ez a határidő, ez nehezen tartható. Tehát ezt igazság szerint, ezt a felvetést, ezt feladatnak érzem, nem problémának, aminek eleget kell tenni a közös képviselőknek és lakásszövetkezeteknek, de
mi a fórumainkon, illetve a megbeszéléseinken javasoltunk olyan megoldásokat, ami ezt gyorsíthatja, tehát egy közgyűlési határozatot kiválthat, mondjuk egy körlevél, amit közreadnak a lakóknak, és amiben nyilvánvalóvá teszik a döntésüket, a véleményüket, hogy hogy kívánják fizetni a díjat, de mi javasoljuk azt, hogy mivel a nagy többségében a társasházak egységesen fizetnek felénk, és ez a rendszer, a mostani rendszer egyszerűbbé vált azáltal, hogy nem a fő alapján kell a változásokat nyomon követni a közös képviselőknek, hanem más egyéb felosztási módot is választhatnak, hogy rendezzék felénk a díjat. Tehát ez biztosította azzal nekik, hogy könnyebbé válhat ez a rendszer, illetve pluszként jelentkezett az, hogy társasházi edélymosás, ami külön feladat volt eddig a közös képviselőknek, lakásszövetkezeteknek, ez a szolgáltatásunk díjának részévé vált, tehát automatikusan nyár elején és nyár végén a 770 és 1100 literes hulladéktároló edények mosása megtörténik, illetve egyéb kedvezményeket tudunk biztosítani az egyben fizetők társasházak számára. Tehát amennyiben ezt a megoldást választják, tehát ha egyénileg akarják elszámoltatni, akkor nem. Egyéni elszámolás az edénymosás ugyanúgy így érvényes, van. De az egyéb lehetőségek nem. Igen. Ez a probléma egyik forrása, amivel fölkeresnek minket többen, hogy közösen használt edénynél miért nem tudnak egyénileg szerződést kötni, amit kollégám itt elmondott. Ez abból ered, hogy a közösen használt edénynél maga a szolgáltatás oszthatatlan. Tehát mi kívülről, mint szolgáltató nem tudjuk megmondani, hogy ki milyen mértékben veszi igénybe a közös edényt. Így ezt a társasháznak magának kell belül felosztani, a társasházi közösségnek. És ez az a probléma forrás, amit közös képviselők időnként nem értenek, vagy nem akceptálnak megfelelően, hogy a szolgáltató csak odáig megy el innentől kezdve, hogy megszűnt a személyre történő számlázás, hogy egy darab 1100 literes edényt hetente kétszer üdít a háznál, de ő önhatalmulag már nem mondhatja meg, hogy ezen belül ezt hogy osszák szét a lakosok egymás között. Erről kell a döntést meghozniuk. Világos, és egyébként arról is beszéltünk már ehhez kapcsolódóan, hogy a díjak megállapítása, illetve az egész rendszer megállapítása sem a Biokon feladata volt, hanem az önkormányzat feladata és hatásköre. Ennek ellenére én feltételezem, hogy az új rendszerrel kapcsolatos ellenérzésekből fakadó megkeresések, azok túlnyomó részt önöknél csapódnak le. Ezek náluk csapódnak le valóban. A díj megállapítás ténylegesen önkormányzati hatáskör, de ezen túlmenően a törvény és a rendelet az önkormányzat számára is meghatározza azt, hogy mely vonal mentén mozdulhat. Úgyhogy ők sem maguk döntötték ezt el, hanem egyértelműen leírja azt a törvény, hogy az összes felmerülő költséget kell felosztani a várható szolgáltatás mennyiségre, és innentől kezdve az önkormányzat sem tud más csinálni, mint ezt az elvet követni. A tárolóedényekbe kerülő hulladék mennyiségének csökkentésére az egyik megoldás, talán a legjobb megoldás a szelektív hulladékgyűjtés. Országszerte nem titok, hogy Pécs ebben az élbolyhoz tartozik, és úttörő szerepet vállalt, sőt, az imént hírműsorunkban adtunk arról tudósítást, hogy új szelektív edények, úgynevezett UFO-k, bár ezek már nem hasonlítanak az UFO-kra, kerültek ki az utcákra. Mit tanácsolnak, hogyan, miként éljen ezzel a lehetőséggel a lakosság? Tehát annyit tudni kell, hogy az új hulladékos díj, tehát a hulladékos közszolgáltatásnak a díja, az nem csak az elszállított hulladék kezelését és ártalmatlanítását tartalmazza, hanem része a szelektív hulladékgyűjtésnek a működtetési feladatainak is, tehát ez plusz előny Pécs városának, hogy ez a szelektív hulladékgyűjtés már egy működő rendszer. Tehát az ország többi részében ki kell alakítani, most már mi azt mondhatjuk, hogy egy hatékony rendszer tudhatunk magunkévá, és amit egyre nagyobb lakossági körbe tudunk alkalmazni. Tehát a szelektív hulladékgyűjtés alatt itt a gyűjtőszigeteket értjük, ami jelenleg Pécsen 82 ilyen gyűjtősziget van, és ezt bővítjük folyamatosan még közel 30 ilyen gyűjtőszigettel. Most a legújabb talán a Maléterpár úton létesült, ha jól sejtem. Így van, így van. Hát folyamatosan kerülnek kihelyezésre ezek a szelektív. Hát akkor mondhatjuk azt, hogy a polgár, amikor a saját kukájának az ürítésért fizet, akkor valamilyen szinten, vagy valamilyen százalékban támogatja a szelektív hulladékgyűjtést is. Ami előbb-utóbb úgyis kötelezettség lenne. Így van.
Ez továbbra is, akkor ezek szerint ingyenes maradt, tehát magáért, ezért a szolgáltatásért, ami hát ha úgy vesszük, akkor nem a polgár, hanem inkább a város felé irányuló szolgáltatást nem kell fizetni külön. Külön továbbra sem kell fizetni érte, ahogy mondtuk, ennek egy része beleépül a hulladékszállítási díjakba, egy más részét nyilvánvalóan az ebből származó bevételekből kell fedezni a cégnek, és ennek a további fejlesztését tervezzük, mert ennek az össztársadalmi hasznossága az, ami igazán jelentős, tehát az, amivel mindannyian, mind egyének hozzájárulhatunk ahhoz, hogy a környezetünket kiméljük és óvjuk a továbbiakban is, az mellett, hogy ugye most lehetőség van arra, hogyha valaki a szelektív gyűjtést igénybe veszi, akkor a keletkező hulladék mennyiségét mondjuk a minimális edény térfogat felé lecsökkentse, tehát aki mondjuk eddig nem vett részt a szelektív hulladékgyűjtésben, és mondjuk egy nagyobb edényt használt, ha ezentúl ebből kiveszi a részét, akkor a minimum felé el tud mozdulni ennek keretében. Ezek természetesen mindezek a kérdések az önök gazdálkodását érintik, és hát én megkockáztatom, hogy azért vannak Pécsett olyan polgárok, akik ilyenkor legyintenek, és azt mondják, hogy ugyan már mi feladat van abban, hogy jön a kukásautó és elviszi, de hát erről is már ejtettünk szót a munkori adásokban is, hogy ezzel messze nem ér véget az önök feladata. Tehát ez az, amit mi látunk, hogy a ház elé kihúzzuk a kukát, vagy pedig az emeletes házból letekintve jön a sárga autó és elviszi, de hát utána még nagyon hosszú történet vár erre a szemétre. Kérem, hogy röviden tekintsük most azt át, hogy július 1-től melyek azok a legfontosabb változások, amelyek a lakosságot érintik, mik a legfontosabb tudnivalók, milyen irányba, hogyan változik ez a rendelet? Tehát azt tudni kell, hogy az egész változásnak az alapja egy hulladékgazdálkodási törvény, ami országos szinten szabályozza mind a szolgáltatóra vonatkozó szabályokat, illetve a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztókat, és ebben egy komplex rendszerben meghatározzák, hogy milyen díj fizetési módot lehet alkalmazni a szolgáltatás igénybevételére, és a korábbi rendszerek díja nem volt ebbe a körbe beilleszthető, tehát a fős egyháztartásban élők száma nem alkalmazható július 1-től a hulladékgazdálkodási törvény, illetve az önkormányzati rendelet vonatkozásában. Tehát az elszállított hulladék mennyisége az ürített hulladéktároló térfogata, ami alapjául szolgál a közeljövőben a díjnak. Ami pozitív változás, hogy amit már korábban is említettem, hogy a társasházak esetén az edénymosása a hulladékszállítás hulladékos szolgáltatás díjának részévé vált, illetve a társasházak esetében vannak könnyítési lehetőségek. Ön is említette, hogy ugye itt a hulladék térfogata, illetve a tárolóedény térfogata a mérvadó. Épp ez az, ami miatt az egyedülállók azt mondják, hogy most én sokkal rosszabbul fogok járni, hiszen többet fogok fizetni, mint eddig, azokhoz, mondjuk azokhoz a lakásokhoz képest, ahol 4 vagy 5 tagú család élt. Megmutathatjuk az egyedülállókat, hogy ez nem így van. Az önkormányzati rendelet lehetővé teszi az egyfős háztartások részére, az igazoltan egyfős háztartások részére egy úgynevezett töltési kedvezmény igénybevételét, amely gyakorlatilag az árat, tehát a normál 70 literes edény ürítési díját csökkenti. Erre a szerződésben egy külön jól látható helyen lévő kitöltési rész van felajánlva, ahol nyilatkozni kell arról, hogy valaki egyfős háztartásban él, ő ezt igénybe kívánja venni. Természetesen ez csak 70 literes edény esetében lehet igénybe venni. Tehát azt nem lehet megtenni, hogy valakinek van egy óriási nagy kukája, és ő szeretné erre mondjuk az 50%-ot igénybe venni, és több hulladékot kíván termelni, mint másra egy 3 fős háztartás. Tehát be kell szerezni a 70 literes. Ez mindenképpen a 70 literes tartozik. Társasházak esetében ez úgy valósul meg, hogy amikor a szükséges edénykapacitást kiszámolják, ott az egyfős háztartásokat a 35 literrel tudják figyelembe venni, és ezt a szolgáltató természetesen a kalkulációnál elfogadja. Annyi tartozik még hozzá, hogy azért ezeket előbb-utóbb ellenőrizni fogja a szolgáltató, erre lehetősége van. Kicsit sok bejelentett egyfős háztartás van jelenleg, és ugye a fős díjszabásnál is ez számított, tehát Pécsen az átlagnál jóval több az egyfős háztartás, ami azért nem valószínű, hogy teljesen igaz, itt inkább különböző díjcsökkentési elképzelések voltak a múltban. Ezeket folyamatosan ellenőrizni fogjuk majd természetesen. Abszolút csak eszembe jutott, hogy nem lett volna megoldás esetleg vagy a Biokon, vagy az önkormányzati rendelet megalkotói részéről, hogyha azt mondta volna, hogy aki azt jelenti be, hogy csak 35 literre szeretné a hulladékszállítást igénybe venni, azt viszont kötelezővé tenni, hogy szerezzen be egy 35 literes edényt.
ez egy elméleti megoldás lehetne, az a baj a 35 literes edényekkel, hogy ezek igazából nem alkalmasak a gépi ürítésre. A jogszabályok azok most nagyon pontosan szabályozzák, hogy melyek az alkalmazható edénytípusok, és konkrétan leírja, hogy a gépi ürítésre, tehát a szolgáltató gépjárművéhez alkalmazható edényeket lehet ennek a során használni, és ezekből a legkisebb a szabványosokból a 70 literes edény. Ezt tehát a válasz arra, hogy miért éppen 70 literes, hiszen kérdeztem volna, hogy ezt a törvényhatár, a hulladékgazdálkodási törvény szabja-e meg? Nyilván nem, tehát nyilván nem mondja ki tételesen, hogy 70 liter legyen. Az önkormányzati rendelet, vagy esetleg a Biokon belső üzlet szabályzata, illetve technikai állandói? A törvény írja elő azt, hogy mi az alkalmazható edény, és egy magyar szabvány határozza meg az edénytípusokat, amely egyezik az európai szabvánnyal, és ebbe a legkisebb ismert edényméret, ez az úgynevezett 70 literes edény. Ezzel is voltak egyébként problémák, nagyon sok olyan megkeresés érkezett hozzánk, hogy hogyan lehet felismerni a háztartásban lévő edényt, hogy ez most melyik méret, úgyhogy ehhez is közzétettünk a sajtó útján egy tájékoztatót arról, hogy mivel magán az edényen nincs feltüntetve, hogy ez hány literes, hogy mely ismertető jeléről lehet fölismerni, hogy melyik a 70, 80, 90, 110 és egyéb méretű edény, mert ez menet közben felmerült problémaként, és tényleg valós probléma. Ha valaki ezt nem látta esetleg ezt a tájékoztatót, akkor el is az ügyfélszolgálatunkon tudnak tájékoztatót adni, hogyha ő megáll otthon az edénye mellett, akkor mi az a magassági paraméter mondjuk, vagy kinézeti paraméter alapján meg tudja mondani, hogy az ő edénye az most melyik típus. A 70 literes szabvány méretű edényből, tehát mindegyik, hogy veszük, törvényes, viszont biztos nem mindegy, hogy azon belül is a szortiment melyik tagját választja az ember, tehát mondjuk egy kevésbé ütésállót, vagy egy olyat, ami egy év múlva már nem lesz edény. Így van. Sajnos, illetve nem azt kell mondom, hogy sajnos, forgalomba kerültek olyan edény típusok, amelyek ugye méretben megegyeznek a szabvánnyal, de anyagában nem felelnek meg a hagyományos hulladékszállítási követelményeknek. Még ez egy szakmai kérdés, hogy milyen betűjelzéssel van feltüntetve, nem akarok untatni itt vele senkit, de azokban a boltokban, ahol ezeket forgalmazzák, ott viszont fel van minden esetben tüntetve, hogy ezek kerti hulladék tárolására alkalmasak. Ez azért nagyon lényeges, mert ezek egy gyengébb minőségű, vékonyabb falu edények, amelyek arra jók, hogy egy könnyű térfogató hulladékot lehet bennük tárolni, viszont ha ezek rendesen meg vannak rakva kommunális hulladékkal, akkor az első dolog, hogy amikor az autóra ezt felakasztják az ürítés véget, akkor szinte biztos, hogy a 34. alkalommal a füle letörik, illetve egyéb helyeken is ezek általában elkezdenek törni, mivel nem erre a célra vannak gyártva. De a szállítójármű nem fog szelektálni, illetve rajta keresztül a Biokon, tehát ki fogja üríteni ezt a kukát is? Ez így van. Csak az ügyfél fog rosszul járni. Az ügyfél fog rosszul járni, ugyanis minden esetben kivizsgáljuk az edénytörési panaszokat, és ha ilyen edényekről van szó, mivel ezek nem felelnek meg a szabványnak, ezekben az esetekben nem tudjuk biztosítani azt a csereedény lehetőséget, amelyet viszont egyéb esetekben, amikor a szolgáltató miatt sérül meg az edény, biztosítanunk kell. A számlázás szeptember 30-ai határidejéről már ejtettünk szót. Meddig kell beszerezni az ügyfélnek ezt a 70 literes szabványedényt? Az önkormányzati rendelet szerint szeptember 30-áig kell ezeket a hulladéktároló edényeket beszerezni, de egy egyeztető tárgyalást folytattunk ez irányba az önkormányzattal, és egy határidő módosítása 2003. február 28-ra helyeződött át ez a határidő az edények beszerzésének vonatkozásában. Tehát a tavasz első napjával már mindenkinek rendelkeznie kell a lakossági ügyfelek közül ilyen edénnyel. Olyan kérdéseket teszek föl, amelyeket már nyilvánvalóan föltettem én, vagy valamelyik kollégám, de talán nem lehet ezeket elégszer feltenni. A hulladékot hetente kétszer kötelezően gyűjti be ugye a Biokon. Mi van azokkal, akiknek a háztartásában nem gyűlik össze ennyi hulladék, és azt mondják, hogy teljesen fölösleges, tehát ki se fogják húzni a kukát, elég nekik bőven egyszer, vagy akár két hetente egyszer, akkor miért fizessenek érte? De rendelet pontosan előírja azt, hogy kötelező kétszer igénybe venni a hulladék elszállítását, tehát előírja azt, hogy városias környezetben hulladékot házilag felhalmozni nem szabad. Nyilvánvaló, hogy vannak ezen belül olyanok, akik azt mondják, hogy akár otthon sem voltak a hét első felében, de mivel annak az azonosítása, hogy ki mikor vesz igénybe a hulladékot, olyan költséges lenne, hogy az azonosító rendszer kiépítése lehet, hogy többe kerülne, mint maga a hulladékszállítás, ezért a szolgáltató nem tudja azt beazonosítani jelen pillanatban, hogy ki helyezte ki a hulladékát egy adott napon
vagy ki nem tette ki ezen a napon. Éppen ezért gyakorlatilag egy átlag szolgáltatást nyújt, és ez egy átlag díjat fizet mindenki. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy akár minden alkalommal teljesen telekukákat helyezzen ki. Az is előfordul, hogy nem helyezi ki. Ez már olyan szintre jutott ez a vita, hogy az Alkotmánybíróság is foglalkozott vele, és ők is arra a megállapításra jutottak, hogy mivel a szolgáltatónak a rendelkezésre állást akkor is biztosítania kell, amikor valaki a szolgáltatást nem veszi igénybe. Tehát a gépjárműnek a három fő személyzettel az ingatlan előtt azon a napon is el kell mennie, és ebből eredően a költségek legnagyobb része jelentkezik, ezért nem lehet azt az érvet figyelembe venni, hogy mondjuk az edény nincs teljesen tele, vagy éppen egy adott napon nincs kihelyezve az edény. De ezért nem marasztalható el senki, ugye? Tehát, hogyha ő nem húzza ki. El nem marasztalható, de hát mi ajánljuk azt, hogyha egyszer a szolgáltatást biztosítjuk, akkor vegyék igénybe, mert felesleges, akkor hát ott mondjuk van távol venni a hulladékot. Felesleges van, pontosan. Mennyi lesz a hulladékszállítás díja? Hát a hulladékszállítás díjára vonatkozóan tájékoztatunk részletesen közli a hulladéktároló edények típusa szerint a szolgáltatás igénybevételét. Amit még kiemelnék, hogy a belvárosban, a történelmi belvárosban lehetőség van a harmadik szállításnak a megválasztására, tehát egy ilyen melléklet igénylő lappal igénybe lehet venni a kettő szállítás felett a harmadik szállításra vonatkozó szolgáltatásunkat is. Uraim, ezúttal eddig jutottunk el, nyilvánvalóan lesz a történetnek folytatása, hiszen egy határidőt jelent a szeptember 30-a, ugye a számlázás határidejét, és egy meghosszabbított, prolongált határidőt pedig a február 28-a, ez az edény beszerzésének a határidejét, hogyha még mindig maradtak volna homályos, tisztázatlan kérdések, akkor milyen telefonszámokon érdeklődhet a néző? Egyrészt a zöld számunkon érdeklődhet, amelyet azt hiszem a képernyőn láthattak a nézők, másrészt az ügyfélszolgálati telefonszámaink is mindig rendelkezésre állnak. Föl szeretném hívni a figyelmüket arra, hogy a tájékoztatókon, a számlákon, amiket kaptak eddig, minden esetben fel vannak tüntetve ezek a számok, tehát ha valakinek telefonkönyv nem áll kézre, de a legutolsó számlát vagy ezt a tájékoztatót előveszi, pontosan föl vannak rajta tüntetve ezek a számaink, és ezek munkaidőben bármikor hívhatók. Arra kérem, hogy ha ez a számpont foglalt, vagy esetleg az összes számunk foglalt, akkor türelmüket kérem most ebben az esetben, mert időnként olyan mennyiségű telefont kapunk, hogy nem tudjuk folyamatosan fölvenni. Ebben az esetben, a legközelebbi esetben, ha tárcsáznak minket, akkor állunk rendelkezésükre. Uraim, még egyszer köszönöm, hogy válaszoltak a kérdéseinkre, nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Én bízom benne, remélem, hogy az elmúlt fél óra alatt sikerült minél több dolgot megnyugtatóan tisztáznunk. Minden jót kívánok önöknek. A viszontlátásra.